Hát csókolom, hölgyeim és uraim. Eljött ez az idő is. Star Wars 3 PS2-s verzió. Na nézzük akkor. Rögtön bele is vágunk, New Game. Ugye már elcsesztem a memóriakártyás mentést. Jó lesz nekünk ez a név, nem kell variálni. Szépen. Úgy. PS2. Izé. Jó, a faterom már kivitte a játékot teljesen. Büszkék is vagyunk rá. Rája. Vagy kap egy marék szotyit. A long time a farfaruvéj. Kihagytam az agót. Star Wars! Hú, de hangos voltál, bocsánat! Közben ilyen tűzoltós szarság megy a háttérben nekem. Drága fiai. Episode 3, Revenge of the Sith. War. The Republic. Of Kajtocka. Under the Attack by the Mikulás. On the Endor. Of Budapest. In Brazília. Na, ennyit kell tudni erről a sorozatról, gyerekek, így nagyba, hogy megpróbálok viszonylag gyakorta fölteni, ugye most van ilyen szünet, suliba 4 nap, hétvégével együtt, úgyhogy beszoptuk, de nem baj. És akkor megpróbálok párat ilyet csinálni, ilyen videót, úgyhogy örüljetek. Nem szipogtam. Oh yeah, film! Oh! Piu-piu! Oh! Pi-piu! Piu-piu! Piu-piu-puf! Ta-ta-tarara-ta-ta-tarara-ta-ta-tarara-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu! Azért figyelj, egy karcsapással 3-at. Biztonsági öv ki, ez a törvény ugye. Pif puf. Kardozni. Ő maga már látványtól is. Elteljelt zacskózott ottan, leesett a vércukra. És itt is vagyunk! A film után elég szar grafikát kapunk, ugye most Anakinnel vagyunk. Ő sötétebb ruhában. Igen, mutatja nekünk ott fönt ott a cuccokat, hogy mit lehet csinálni, még micsoda. Úgy. Jó, hát ne haragudj, azon nem nagyon emlékszem a kombóra, és igazából még nem is állokkoltuk semmilyen kombót. Ennyi, elvileg ilyen baromi menő fogást le kellene csinálni, aztán itt eldobja. Ugye ellöki a droidot, tehát semmi értelme. Hogy látom az ugrás támadás is. Szarr! Szúrjunk! Nem, de! Anya! Az elég durva, hogy még hogyha földön van az ellenfél, meg azt se állokkoltuk. Hát az így nagyon szar lesz. Na itt van a kedvenc enemy. Ez 5 csillagos volt. Hát így játék elejéről nem nagyon lehet mondani semmit igazából. Majdnem beleütöttem a robbanó bordóba. Sok ész. Na, ártúgott izéjjel a izét. A pukkantyút, meg a bizgyentyűt. Ennyi. De nézd meg, hogy tök kicsit robban ez a fos, az... Áh? Puty. Na, ez a kedvenc kombó. Puty. Puty. Na, sikerült. Na, hát most meg kell védeni az ártút.
A droidoktól, ami kicsit érdekes, mert nem az R2-t támadják, tehát... Eldöglök, az R2 életben marad, megvédtem az R2-t az életem árán, de... Mission failed. Ez a védés, ezt annyira bírom. Na. Vegyük komolyan, csillagok háborúját komolyan kell venni. Tolja neki Margit! Há? Pedig elfelejtem, hogy nincsenek még gombók, pedig van ilyen rohadt jó. Ja igen, ezt egyfelé tudom le dobni a kartot. Áramozása meg az ilyen hülyeségekre emlékeztem pedig. Érted? Á? Lelépek a hídról és azonnal felrobban az egész utat. Véletlenül sem. Ha megint van ez a izé. Meg is döbbött egyből. Azért a kombót még befejezi a drága. Ah, van kombó! Emlékszem erre a kombóra, ez a föl izé. Ezt lehet kombózni. Na és most meg kell várni, amíg a bot Obi-Wan Kenobi aktivizálja magát. Erre emlékszem. Hát nem is tudom, nagyon régóta nem játszottam a játékkal, már majdnem egy éve. És akkor is még nem is a sztorit vittem ki, csak így kilelegettem a karaktereket, ugye ezt a két karaktert. Nyomám. Ugye Anakint meg Obi-Wan-t lehet itt skillelgetni, meg úgy nagyba egyvégyeztem meg ilyenek. Ark 170-es azt hiszem. 207-es vagy olyan ilyesmi a neve annak a hajónak. Azért micsoda aerobik cuccot lenyomott az ott a kis bádog. Na itt a kombó, egyet. Ilyenkor, amikor tömeg van, jó ez a lökés, csak most nem volt jó. Aha! A teleportáló droidok, hölgyeim és uraim. A PS2 gyönyörei. Megmutatkoznak szemünk előtt. Figyeld. Megrázzák. Egy megrázzák. Ezt a izét. Konzervet. Konzervdoboz, droidot. Na ugye egyszer megrázták, és majd figyeljetek, hogy mi lesz. Jó, most ez az átvezető. Le kell ugranunk, és fel le kell állokkolnunk valamit, hogy ne rázza meg az R2-t. Azt nyom meg, köcsön! Pitty-puty. Érted? És megvárják, amíg aktivizálom magam, és azután kezdenek el lőni. Nem az, hogy még az átvezetőben szépen szarrá lőnének. Ez szép. Gyorsan vegyük fel. Ezt is. Infinite power. Amit egy pillanatok alatt szétszerek. Na, kör! Ügyes vagy, megnyomtad a kört. Na és figyeljetek, kettő! És még jó pofán is lövik. Egyszer, kétszer, háromszor. Háromszor ülték meg és megrázták és még mozog, tehát... Nem semmi. Obi-Wan így egy kézzel közben telefonál. Rendeli a pizzát. A közben Margarita meg Hawaii köz. Egy csípős, jó lett, két kóla. Hoppá! Az a rossz, hogy kombók végezte előtt, mindig megdöglik az összes. Turududududup. Ez meg nem üti. Szúrd le! Nem szúrja. Na, azért is ezzel nyírtalak ki. Force jump! Force jump, Anakin! Hűjj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 
Ez az kettőt egyszerre, puf, ezt leszúrtuk, életet fölvesszük, és szeretnénk, hogyha most nem lőnének meg. Au. Az életünknél van ott az a kis ikon, ugye a fejük ikonja, gyönyörű szép. Az annyit tesz, hogy ott van egy ilyen kis csík mellette, ami megy föl, tehát írja, most is kírja, hogy fair. Látok olyan kis csíkokat, és minél többet ölünk, illetve minél többet támadunk, úgyhogy eltalálunk egy ellenfelet, vagy egy védekező ellenfelet, és minél kevesebbet sérülünk, illetve védekezve talál el minket a golyó, tehát nem kell feltétlenül sérülni, tehát látod, most kiírta, hogy izé, impresszív, nem tudom, mit írt ki. Good, azt írta ki, good, tehát most már good. Good a cucc. Tehát annál több pontot kapunk egy killért, tehát ez egész jól meg van itt oldva. Közben az Obi-Wan itt mindent killt így belop tőlem. Érted, ott hasogattam a droidokat mellette, kapu mellett, az átvezetőben már ide jöttem, tehát ez... Azért nincs nagyon jól átgondolva, de szeretjük a csillagok háborúját, elnézzük neki természetesen. Most én látom, tök sokat kellett megvagdosni abba a szarba, hogy megdögöljön.
aztán egyikbe beleszúrok kettőt, az kész. Tehát hihetünk be. Egyik droidba meghal a kombó végezte előtt, a másik droid meg kétszer kell belenyomni egy kombót, meg egy színes végre megdöböljön. És ez még csak durvább lesz, mert még jönnek új droidok. Mert ezek azok a droidokat, amiket ismerünk még ugye még a filmből meg ilyenek, de mivel ez egy játék, ezért teljesen custom lesz. Klónok is mások, emlékszel még van rakétavetős klón, azt hiszem az is volt, de nem olyan rakétavetős klón, ami... Tehát látod, a sniper ott fönn van, előbb voltam fönn, megint meglőtték, megint egyszerre rázták meg és lőtték meg, hát szegény ártulnak már... Hát öcsém az... Hát Chuck Norris kalapálta ki a horpadásait, mert nem tudom. Hát nézd már meg. Jó, ezt meg itt hagyjuk szegény árt út a faszba. Na, csori. Ó, oh, loading! És végeztünk a pályával, hölgyeim és uraim. Hát hihetetlen, ugye Fireball. Volt ott van, hogy Masterful, meg Impressive. Azok vannak, hogyha fölmegy teljesen a csík, és a, viszont van egy kis szivatás, mert a Masterful az egy idő után teljesen lemegy vissza Fire-ra, és nem az, hogy vissza Impressive-re vagy valami. És itt vannak a skijeink, hölgyeim és uraim, itt ki is írta. Nem érdekel, inkább elmagyarázom, mert van, aki nem tud angolul. Na, Margit. Hát nem tudom, elvileg két oldala van ezeknek, igen, itt is van. Ugye itt vannak az attakcokok, a bizonyos erőknek erőket lehet fejleszgetni. És viszont ez csak akkor érvényesül, amikor elérünk egy szintet, úgyhogy most hülyeséget fogok csinálni, de... Nézzétek el nekem, előbb-utóbb elvileg az összes föl fog menni. Még nem tudom, Sabertrove az nem biztos. Force Heal az, az mindenképpen. Itt így ráteszek egy pakolgatok még minden szar, mindegy végül is, mert... Nem, mondjuk lehet, hogy egyet föl kéne húzni teljesen, de végül is mindegy. Azt még elmondanám, hogy én utólag mondom rá a hangot, tehát én már az egészet kijátszottam és utána vágom meg a videót, azért is késett a sorozat. Nézzétek el nekem! Úgyhogy így nézzétek, hogy ezt utána, ugye, utólag mondom rá a hangot. Na mindegy, sziasztok!